A helyzet sajnos kísértetiesen így fest ma is, bár ami a jó indulatot illeti, egyértelmű Európát az újkori népvándorlás teszi példaként nem csak hogy próbára, hanem az újkori népvándorlás példáján keresztül megtapasztalhatjuk azt is, amit Szent István korában megtapasztalhattak eleink. A problémák gyökere és a problémák gyökerére elsőként rávilágító, hatékonyan kezelő Magyarországot élesen támadni kezdték, és támadják mindmáig Nyugat-Európában idegen politikusok, tisztviselők és bürokraták. A dolog azonban, mintha megfordult volna, Szent István korában mi követtük a népvándorlás korából felnövő keresztény nyugatot a rendteremtés útján, ma viszont nekünk, magyaroknak, és hát mondhatjuk azt, hogy ennek az egész régiónak kell utat mutatnia a megtévedt nyugatiaknak, és a népvándorlás káoszával szemben a rend erényére mutatni az egykori keresztény gyökereket egyre kevésbé vállaló, egyre kevésbé szerető Európában.